Hol a pocid? Most már nagy poci lenne, nagyon. Lovatok van, kifadáltsuk. Hol napot kívánok? Parancsoljunk szegyenként. Sziasztok, mai sztárpapi, sztármami adásunkban, mondhatom ezt szerintem nyugodtan, Kis Gergővel és feleségével, Ancsával, Vakai Ancsával beszélgetünk majd. Hát miről másról, mint a gyereknevelésről például, meg szerelemről, meg hogyan adta föl valaki az álmait a férjére, a szerelemért. Amikor utoljára találkoztunk, akkor elmondhatom nyugodtan, akkor olimpiára készültetek, ugye, és akkor a pocakban volt az Olivia, akiről talán még akkor nem is tudtuk, hogy Olivia lesz. Vagy tudtuk? Már nem hát a nevét azt tudtuk, hogy kislány lesz, mert uh-huh. koromtól fogva már nekem volt genetikai vizsgálat a terhesség elején, és csak a nevében nem voltunk még biztosak. Ugye Rio előtt találkoztunk, és ugye már nem indultam a Rio-i olimpián, londoni volt az utolsó, de készültünk meg, azért volt egy-két szerepem az olimpia környékén, de az volt nekünk a nagy durranás, hogy nem állt le az életünk mégse, és azért is gondolkodtunk a harmadik babán nagy korkülönbséggel, mert a karrierem válogatott része az lecsengett 12-re, a lányok elkezdtek kamasszá válni, és akkor úgy voltunk, hogy jó, hogy van mindig tennivalom, és sok minden megtalált, és sok mindennel foglalkozom, de ez a baba dolog, ez biztos, hogy egy nagy űr lenne az életünkben, hogyha soha többet nem éreznénk át, vagy majd csak nagyszülőként x év múlva. És akkor hiányzott a pelus illata. Azt realizáltuk, hogy fiatalok vagyunk még, és már nagyok lettek a gyerekeink, és az hiányzott, hogy legyen még egy kis csacsogós otthon, és akkor így határoztuk el gyakorlatilag, hogy nem szeretnénk kettő kislányt. Azért volt könnyebb a döntés, mert nem én erőltettem, mint apuka, ugye akinek kisebb a felelőssége, hanem az édesanyja erőltette, hogy szeretne még, és akkor én a semleges álláspontból hétről hétre, hónapról hónapra ide is közelebb kerültem. De Ancsa, figyelj, most befejeztük a pelusozást már, már nagyok lesznek a gyerekek. Milyen jó lesz, el tudunk menni közös programokra. Próbáltad meggyőzni az Ancsát, hogy jaj, ne, mégse. Én amellett, hogy élsportoló vagyok, és az életem az ugye sokszor kocka jellegű volt, edzés, pihenés, iskola, edzés, pihenés, iskola, így ment hetekig, hónapokig, évekig. Amellett szűz jegyében születtem, ami kicsit az a precizitás, tervezés, kiszámíthatóság vonalat tudja képviselni. Ennek persze egy-két személyiségem az ellentmond a hülyeségekkel, meg az őrültségekkel néha, de nagy részt ez az igaz rám, és mi beterveztük annak idején, hogy 3 év együttélés körülbelül, akkor eldöntöttük a házasságot, utána vártunk, és még éljünk házasként együtt évekig, és pont 3 év után érkezett Viktória, 3,5 év után Patricia, és ezek így mentek ezek a dolgok az életünkben, és akkor azt mondtuk, hogy két gyerek szoba, és akkor ez így jó, és akkor jött a dolog, hogy de ha baba, akkor legyen bővítés, akkor 3 gyerek szobára lesz szükségünk, ha baba, akkor hogy lesz a hétköznapokban, hogy lesz a lányokkal, hogy lesz a keléssel, fekvéssel, úgyhogy ezeken gondolkoztunk, meg mérlegeltük, de Ancsa volt emocionálisabb sokkal ilyen szemszögből, és ő bármi van akarta, én meg elkezdtem mérlegelni, meg tervezgetni, amilyen típus vagyok egy kicsit, és aztán átfordultam teljesen abba, hogy nagyon hülyeség lenne kihagyni ezt a lehetőséget. Mondd, hogy apa? Apa. Mama? Mama? Patri? Patri? Viki? Viki? Hogy hát, ha 10 év múlva megbánjuk, ugye? Hát a szörnyű lett volna. Igen, akkor már kellett volna, tehát akkor már fölösleges lett volna gondolkodni rajta, és hát bebizonyosodott, meg volt egy furcsán megfogalmaz egy főpróbánk, tehát volt egy elvesztett magzatunk, és akkor ott már biztosak voltunk benne, hogy tudtuk, hogy nagyon szeretnénk. Tehát az olyan szempontból így utólag szerencsésen jött ki, hogy teljesen 100%-ig biztosak voltunk az érzésben, hogy akkor igen, szeretnénk. Igen. A gyerekvesztés azt titeket jobban összehozott, vagy szóval hogy lehet egy ilyet feldolgozni? Örülünk,
teherbe estem, jaj de jó, jön a harmadik gyerek, és akkor egyszer csak történik valami. Ez az az érzés, amit nem tudtad elképzelni előtt, hogy veled is megtörténhet. Ez abszolút nekem legalábbis ez volt. A másik pedig, hogy nagyon hálás voltam a sorsnak, hogy úgy adta, mert pont szerdai napon történt a dolog, és akkor már meg volt beszélve Gergővel, hogy a hétvégén elmondjuk a lányoknak, hogy kis tesójuk lesz. És hálás vagyok a sorsnak, hogy úgy alakult, hogy még nem tudták. Uh-huh. Most már tudják mind a ketten, már nagy lányok. Csak akkor még én azt gondolom, hogy picik voltak ahhoz, hogy ezt felfogják. És ugye mivel ők ott voltak, meg ment az életünk folyása, tehát úgy voltunk vele, hogy valószínűleg a Jóisten így akarta, tehát neki valami nem stimmelt a szervezetében, és ezért nem kellett, hogy megmaradjon. Tehát ez abszolút ugye statisztika teljesen normális előfordul, csak tényleg rettenetes, amikor az embernek ezt át kell élnie. Picit az ember, amikor elér mindent, amit akar, két diploma, ugye sikerek a sportban még többszörösen is, mint amire számított, akkor a boldogság, akkor azt hisz, hogy érinthetetlen, vagy lepattanak róla a golyók, mint egy szuperhősről, és akkor ez így egy kicsit azért nyilván elgondolkodtatja, nem kicsit, hanem nagyon. Én nem is tudtam összerakni egy ilyen nagy megmondó képletet, hogy kell ezt kezelni, hanem ezek az apró részletekből próbálok én is építkezni, próbáltam, hogy ez előfordul, ha betegen születik, akkor milyen nehézség lett volna, meg tragédia. Van még esély, újabb próbálkozása, természetesen nem történt semmi olyan ebből a szempontból, hogy ne lehessen megpróbálni még egyszer a babát. Van már két szép lányunk, tehát hogy így ezekből a részletekből próbáltam én is felépítkezni, meg kicsit nem menekültem az érzés elől, de hagytam, hogy sodorjon az élet tovább, a kötelezettségeim, feladataim révén is, meg annak a révén, hogy szeretnénk ugye a két lánynak minél jobb életet adni, és hogy a harmadikat még tovább próbálni. Úgyhogy ezek segítettek engem abban, hogy ne kelljen mondjuk pszichológushoz járni, vagy kiakadni, vagy magamba fordulni, vagy kifejezni a külvilág felé, hogy nekem most nagyon rossz és nagyon fáj. Szerintem észre se vették rajtunk nagyon. Hát ugye van az a, tehát én azt gondolom, hogy a terhesség kezdeti szakaszán annak szabad elmondani az első hetekben, aki olyan közel áll az emberhez, hogyha baj történik, akkor is szívesen megosztja vele. És nekem ez nagyon sokat segített, hogy a két-három legjobb barátnőm tudta, és akkor Anita volt, aki rögtön ott termette, de nem is csak tudta, hogy mi történt, és 3 óra múlva ott volt egy hatalmas tálcasüti, vagy akkor üljük le 2 kávé mellett, aztán ezt most tegyük meg. Szia! Jó, találkoztunk, de hol? Szia, Patri! Szia! Nagyon ritka az, hogy egy olyan házaspár, nem is ismerek más talán a Szent Martinékon kívül csak titeket, akik gyakorlatilag gyerekkorukban összekerülnek, tehát az iskolában, és híressé válik az egyik személy, és sok gyereket szeretnének, meg még együtt is vannak most is. Nálatok hogy kezdődött ez az egész? Tehát a sport hozott benneteket össze? Emlékeztek a sztorira, hogy... Emlékszem, 1900... Tudod, mint a tanúba. Teljesen véletlen volt. Én ugye pesti 7. kerületi srácként pont a Fradiban játszottam, és Egerben volt egy nemzetközi kupánk, az bajnokság előtt szoktak lenni ilyen kupák. Természetesen vízilabdáról beszélünk. Persze, vízilabda kupa, és egy ifjú titánok voltunk a Fradiba, a Steinmetz testvérekkel, Fodor Rajmival, Székely Búcsúval, nem is sorolom, egy szuper kis fiatal csapattal. Mai észre felfoghatatlan, hogy 16-21 éves játékosok már bajnoki érmekért mentek a felnőtt bajnokságba. És akkor arra a kupára esett a születésnapom. Akkor két sráccal megbeszéltük, akkor legyen már valami. Annak ellenére vasárnap még van egy meccs, de hát fiatalok vagyunk, bírni fogjuk, egy kicsit elmegyünk a szülinapomon. Legyen már valami, ez a bulira vonatkozik. Igen, egy kis ünneplés, legalább ha már 19, amíg fiatal az ember legalább ünnepelje meg. Hozzáteszem, hogy ez a sportban azért nem úgy van, hogy bármikor el lehet menni, természetesen akár megint két pohár bort, vagy sokáig fönnmaradni, de egy ilyen felkészülési tornán, 19 évesen azt mondtuk, hogy ez így belefér, attól nem leszünk gyengébb sportolók heti 9 edzéssel. Hogyha szombat este egy ilyen bajnokság előtt, tehát hangsúlyozom, nem fontos mérkőzés előtt vagy után kicsit bulizunk. És Ancsa pedig kecskeméti lányként Egerben járt főiskolára, és
ő is elment, ugye nem ment haza. Nem, ugye már az volt, hogy hétvégén hazajártál. Apukámmal vállaltam a konfliktust, mert én meg vízilabdáztam még apukámnak a kecskeméti csapatába, és... Hogy ő volt az edző. Igen, 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 és akkor a barátnőmmel megbeszéltük, hogy utóvizsga is van, meg nyári szünet után végén is, keveset beszélgettünk, hogy mi lenne, ha ott maradnánk Egerbe hétvégére, és akkor apukámmal vállalva a konfliktust, ott maradtam. Uh-huh. Ha már ott maradtam, akkor az egyébként nem tipikus főiskolás buli szombaton, azt akkor menjünk már rá mozi után, és akkor mi már moziba láttuk, hogy a vízilabda csapat ott ül előttünk, mert hogy alig láttuk a filmet tőlük. Ugye a magasságukból adódóan, és utána megismertél egy csomó mindenkit. Igen, meg gyerekkoromból apukám edzői pályafutása miatt ismertem a csapattársainak egy részét. Uh-huh. És akkor a Egerbe pedig nem sok szórakozási alternatíva volt akkor, úgyhogy véletlenül pont oda vezetett az útunk nekünk is, ahová véletlenül. És egyébként az érdekes, hogy ott volt másik csapatból is játékos, és amikor Jancsát kinéztem magamnak, akkor volt egy fiú egy másik csapatból, aki szintén próbált egész közel lenni hozzá az a Pestre, és így, mint egy ilyen vicces rajzfilmben, mi vízlabdáson nagyon sokat poénkodunk meg, sokszor durvának tűnik esetleg egy-egy megmozdulás egymás felé, miközben totálisan mi ezt poénra veszünk, tehát más, mint a lányoknál, tehát nincs ez a hajtépés, meg ruhat ráncigálás. De akkor én így azért, a vízbe, nem, a partról beszélek. De aztán így óvatosan tudottam a srácra, hogy ez most itt neki séta hazafelé. Ezt én érzek. Magyarán így ránéztél? Én azt láttam, hogy csak így egyet mutatott neki. Hello, hello. Én voltam itt hamarabb. Aztán táncoltunk, és utána megmondta, hogy olyan hangos itt minden, menjünk ki beszélgetni. Lehet, hogy pont az, hogy nem ez a pláza cica vagy diszkóbaba volt, hanem teljesen konzervatív, teljesen, de nagyon mosolygós volt. És, úgy, most is, és amikor szóba elegyedtünk, akkor ugye próbáltam, hogy mit kérsz inni, kérsz amit, és akkor víz, meg hú, mondom, húha. Itt nem lesz bulima. És ő úgy volt mosolygos és jókedvű, hogy semmi tudatmódosítás nem állt. Három évegri főiskolát fent. Úgy nyomtam végig, hogy egyetlen egyszer nem ittam alkoholt. Egyébként ti látásból ismertétek már egymást a vízilabda kapcsán? Persze, persze, mindenképpen már ráadásul nekem volt egy junior válogatottbeli csapattársam, aki ennek Gergővel volt egy rövidebb kapcsolata, mielőtt mi megismerkedtünk, úgyhogy onnél tudtam, hogy... De én nem tudtam szétszedni azt az érzést, vagy azt a tudatot, hogy a kecskeméti edző, akinek három lánya játszik, és akkor melyik pontosan. Ugye, Vörös Peti szoktam mondani, a pesti bunkók, ugye máshogy tekintenek a világra, az nekünk fiatal korunkban azért eléggé megvolt. És ő így ismert engemet, nyilván vízlabda világ. A pesti bunkó a szép kék szemével. Én tudtam név szerint, hogy ő kicsoda, ő pedig az első telefonbeszélgetésünknél próbálta kideríteni, úgyhogy elkezdte a testvéreim nevét kérdezgetni. Hát, hogyha... A kizárásos alapon, emlékszel? Igen, hát kicsit most így visszagondolva a kedvenc sorozataink egyik a jó barátokból, amikor a Chandler Matthew Perry udvarol a Joey tesójának, ugye csak nem tudja melyik az, mert hogy 6 vagy 7 lány tesó van, és akkor kicsit bonyodalmak vannak. Nálunk is egy picit ez volt a nevekkel, hogy van, hogy basszus, nem van az Erzsébet, az Ágnes, te vagy hogy is vannak a tesóid nevei? És nagyon-nagyon bénán próbáltam így visszaemlékezni, pedig nekem rossz a névmemóriám, és ez kiderült akkor is. De tényleg az volt, hogy órákig beszélgettünk aznap este, és hát már hajnalban. Igen, és utána meg az egész kollégium engem utált, mert egy vonal volt, és aztán úgy kb. 10 nap után mondták, hogy akkor keresek már egy utcai fülkét, mert ez így nem lesz jó, hogy a kollégiumot nem lehet elérni, mert én mindig beszélek. Lehet, hogy azért is a személyiség, meg a kisugárzáson kívül az is számított, hogy egy pusziig jutottunk el, meg 3 vagy 4 óra beszélgetésig aznap, és aztán ez így még érdekesebbé tette egymás számára a dolgot. Végig beszéltétek az élet nagy dolgait, vagy ilyenkor? Nem tudom, mennyire emlékszel abból az éjszakai beszélgetésből, mert azért... Fiatal voltam, hogy elnöttem pénzt. Velem ellentétben ő akkor fogyasztotta alkoholt. És utána... Viszont így aztán nagyon vicces volt, nem? Abszolút, hát az neki mindig segít. De másnap nyertünk. Igen. Azért, meg aztán jött sok száz óra telefonálás, ugye azért nagy volt ahhoz a távolság, hogy elfoglaltak voltunk, tehát nem tudtunk 2-3 naponta találkozni az elején.
és akkor a Fradiban nekem volt egy súlyos sérülésem. Beszakították a dobhártyámat, ami el is fertőződött, mert még játszottam két meccset, mert én nem hagyhatok ki meccset, mert én nem tudom, olimpiai bajnok akarok lenni. Megnyertük a magyar kupát a Fradival, de nagyon rosszul lettem, és a szemáncsának meg úgy volt a vizsgai időszaka, hogy nagyon jól gyűjtötte a krediteket, és sokat tudott Pesten lenni, és akkor így gyakorlatilag az, hogy én rosszul vagyok, én is otthon vagyok, ő meg megteheti a vizsgát, miatt is ott van velem, úgyhogy gyakorlatilag így elindult. Rendes ápolásra szorult, tehát annyira összefertőződött minden a fülétől a gyomráig, gyakorlatilag, hogy rendesen ápolásra szorult, és akkor ez így, mégis meg sem beszéltük, hogy én most oda költözök, de az lett a vége kb., hogy... Hogy még szex se volt, de már ápoltad. Hogy szüksége volt rám, és teljesen magától értetődött, hogy ott vagyok vele. És meg így tudat alatt, vagy nem szándékosan, de nekem csak jöttek az infók, hogy milyen jó vele beszélgetni, milyen jó vele együtt időt tölteni, programozni, bármiről tényleg témázni, és az, hogy hát a konyhában már akkor is kis tündér volt. Tehát minden olyan, ami, ha elveszünk 30-40 dolgot, hogy mi az, ami egy nőbe jó emberileg is, akkor az így jöttek a pipák egymás után napról napra. Az a lényeg, hogy van egy csomó szó. És például a tolltartó az annyi betű volt, amennyiből csak egy hely volt. És tolltartó, nem tudom, hány betű volt? 9. 9 betűsből nem találtunk többet. Viszont ez akartam mondani, most akkor a T betűből, mert a történelem az valószínűleg ide fog menni. És akkor már van kiindulás. És akkor ki kell húzni mindig azt, amit kiraktál. Ezek olyan tulajdonságok, amiket mondasz, ami 30-40 év múlva is megvan, ugye? És a külső meg nem marad meg. Tehát, hogy ez az elfelejtjük, hogy együtt vagyunk? Tehát, hogy úgy vagyunk együtt, hogyha külön lennénk, az nagyon nem lenne jó. Vagy hogy lehet ezt megfogalmazni? Hú, megfogalmazni nehéz, de tényleg az, hogy még most már 22 éve, 21 és fél éve élünk, vagyunk együtt, és még mindig az, hogyha edzésem van, akkor tudom, hogy nézem az órát, hogy jöjjön már haza, mert rossz, hogy nincs itthon. Uh-huh. Tehát ezt nem lehet megszokni, de ez nem múlik el. Szeretünk együtt lenni. Te valaki elmegy egy kisebb programra, most mondok egy hülyeséget, meglátogatni a kédesapját vidékre, vagy egy nagyobb bevásárlásra, és akkor is följövjük egymást, hogy mi újság, mit csinálsz, hol tartasz. Uh-huh. Nem ellenőrzésből, hanem csak mert hiányzik. Ez nagyon nehéz megfogalmazni, sok ismerősünkért tőlünk már tanácsot, ami nagyon büszkeség számunkra és megtisztelő, hogy mi a titka, de pont az a titka, amit nehéz elmagyarázni, hogy így épül egymásra ez a boldogság dolog. Igen, de jó, te is ezt mondod, ezt gondolod, ezt csinálj, én is pont ezt akartam mondani, pont én is így gondoltam, hogy így csinálj, ez pont így lenne jó. És úgy fogalmaztuk meg az elején, hogy az apró gyakorlati döntésekben van csak jobb, mint én, a nagy globális, vagy hosszabb távú tervekben általában én. Pillanatokban. Igen. Abba én vagyok jobb, tehát mondjuk ahhoz képest, hogy soha nem volt házam, vagy otthonom addig, amit én raktam össze, ahhoz képest nagyon jól megterveztük az otthonunkat. Viszont ő meg, hogyha van egy apró kis barkácsolni való, vagy bármi, és mire kimondom, vagy kimondjuk, hogy azt lehet, hogy már meg kell csinálni, ő már ott van, és de a mesékben csak egy porfelhő, és már csinálja, és mondom, várjál már, még meg se beszéltük pontosan, de addigra már, mire én lamentálok valamire, már kész van. A gondolataidat is tudja. Néha azt érzem, hogy igen. Nem voltál féltékeny? Kötelező rendszeresen, de hogy nem. Igen? Hát úgy igaziból, na most fogd meg füled, igaziból nem, mert tényleg annyira bizalomra meg az őszinteségre épül a kapcsolatunk, viszont azért úgy, ugye nők vagyunk, úgyhogy néha el kell játszani, hogy úgy csinálom. Oda-vissza működöm. Igen, mert azért a vízilabdások főként egyébként. Hát nem működne a kapcsolatunk, hogyha ezen aggódnék, hogyha ő most az uszodában ott a tini lányok körül rajongálják, meg most már az anyukák, akik azt mondják, hogy a gyereküknek kérnek autogramot, aztán a franc tudja, hogy igen. De most, hogy mondjam, tényleg nem működik egy kapcsolat, hogyha az embernek ezen kéne aggódnia, hogy ott most az anyuka mit akar tőle, meg ő mit gondol a háttérbe, tehát ez szerintem nem komoly probléma. Jó, de akkor nem is vagy féltékeny típus igazából, nem? Mert hogy, vagy ha jön egy ilyen gondolat, akkor valamilyen módon megtanultad kezelni? Nézd, szerintem itt alapvetően tényleg akkor tud hosszú távon működni egy kapcsolat, hogyha
totális nyíltság meg őszintesség van. Tehát nálunk nincs olyan, hogy a családban van olyan telefon, aminek titkos a kódja, és nem tudja a családban mindenki, vagy a postán, hogyha... Tehát egyszerűen nem tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor titkolózni kell. Na most innentől kezdve viszont azért már, tehát ahhoz túl jól ismered a másikat, hogy feltételez az, hogy esetleg valamit nem tudsz. Tehát nekem fel sem merül a hétköznapokban az, hogy ezen kell aggódnom. És azért mondom, hogy ez hosszú idő kell ahhoz, hogy ez normálisan felépüljön, viszont utána megkönnyíti az életet. Akkor van olyan jó ismerős, aki azt mondja, hogy soha nem veszekednek és harmonikus a kapcsolatuk. Ezt én értem és elfogadom. Mi nagyon tudunk vitatkozni és veszekedni, viszont soha nem tudjuk elképzelni azt, vagy nem tudtuk, hogy külön lehet élni, legalábbis azt nem mondhatom kettő nevében. A divatos külön, tehát hogy van, szünetet tartunk, az nálunk soha nem játszott. Tehát mi szoktunk igenis ordibálni, meg veszekedni egymással. Tehát én például olyan típus vagyok, aki nem bírom a lezáratlan konfliktusokat, tehát hogyha valami vitástéma van, akkor igenis addig beszélgetünk, kiabálunk, vagy veszekedünk, amíg meg nem oldjuk. Viszont utána lenyugszom, és béke van. Volt, hogy mondjuk összevesztünk este 9-10 óra fel, és hajnal 3-ig nyomtuk, dagasztottuk a tésztát, de úgy feküdtünk le, hogy összeölelkezve, és csókkal feküdtünk le, nem az volt, hogy egyik szoba, másik szoba, meg nem oldottuk meg a problémát. Három napig túlzogás. Két napig anyunál alszom, vagy ilyenek. Az persze van néha, de... De három napig nincs. Nem. Mind tudtok kiakadni egymásra? Legapróbb dolgokon egyébként. Mert többször egy mondatnak a hangsúlyán, vagy egy veszély után... Ez ismerős nekünk is. Én is 22 éve vagyunk lassan együtt. Hát ugyanaz. Igen. Ugyanaz úgy gondolta is, hogy nézett. Igen. Például, hogy... Ezt miért mondtad? De ezt nem úgy mondtam, de úgy mondtam. Tehát a legnagyobb banális dolog. Hogy utána jót nevetünk rajta, de hát ez akkor komoly feszültség, elvezető csatorna. Szerintem ezek nagyon fontos dolgok. Úgy szoktuk megfogalmazni egymásnak, hogy ezen a világon csak én viselek el téged. Így. 20 éves távlatban az biztos, tehát egy családban sem, meg barátoknál sem. Sokszor néznek, hogy én miért vagyok ilyen irgalmatlanul elviselhetetlen néha a kritikus szűzies jegyeimmel, és nem akarok belehozni ilyen asztrológiát, mert nagyon sokszor szerintem hamis képet ad, de azért bennünk van nyilván egy alapvető viselkedés. Ő pedig a rák, aki Ólóival mindent a családért, de nagyon tud szúrni ő is, és ő meg robban, hogyha én is látom mellette, meg volt ebben sok konfliktus, és hogyha tudom én is, hogy neki igaza van, akár velem szemben, akár harmadik személy szemben, akkor a végsőkig az igazat védi. Tehát mint egy családanya védi az otthont, meg a gyerekeket, ugyanúgy ő is védi ezt az igazat, és akármeddig elmegy. Tehát én ezt látom rajta, és próbálom úgy irányítani, hogy ne koppanás legyen, hanem kerüljük ki az oszlopot. A matematika vagy ide van, valószínűleg. Nem maradok. Várjál, nézzük meg, hogy van még olyan hosszú szó. Nem találtam másik. Nagyon fiatal korod óta a kamerák és a rajongók bűvkörében vagy, nagyon sokan figyelnek rád, és pont amit Ancsa is mondott, hogy sok csaj oda megy nyilván autogramot kérni, most már anyukák mennek a gyerekeiknek autogramot kérni. Hogy azért nyilván ezek olyan olyan helyzetek lehetnek, amikor az ember azért néha így odajön egy csillogó szemű, tágra nyitott szemű helyes lány, és te aláírod, ő meg azt mondja, hogy figyelj, meghívhatlak egy bambira, most nyilván 20 éven még bambira, vagy akármire, és te erre azt mondod, hogy hát nem. Ilyen direktben nincs. Tehát olyan van, akár társaknál is, hogy nálunk is, vagy nálam is elfordult, hogy ilyen őrült rajongó levelekkel bombáz, vagy ilyesmi, vagy... Bocs, de ő nekem irogatott. Jó, de másnál is, tehát vannak ilyenek, de az, hogy ott vagyunk egy közönség találkozón, vagy egy meccs után, és az autogram kéréssel egy időben ő ajánlatot tesz, olyan nem volt egyáltalán. Én szerintem másnál se, amúgy, mert az annyira direkt, az annyira...
Hát elég rá nagyon sok. A csajok egyébként. Én tudok olyan csapattársadról, akinél volt, de szerintem ehhez hozzátartozik az, hogy amikor ők elkezdtek el népszerűvé válni, akkor mi már együtt voltunk. Tehát mi annyira régen, tehát most lehet, hogy kicsit nagyképpen fog hangozni, de együtt épültünk be a köztudatba. És szerintem ezt kb. Igen, hogy a Gergő érinthetetlen, hiszen hát, felesége van. Nem csak, hogy érinthetetlen, de hát kár vele próbálkozni, mert olyan régen azzal a csajjal van, azt akkor hagyjuk inkább egyébként, próbálkozunk másnál. Különböző élethelyzetek vannak, tehát mondom, egy ilyen meccs után, amikor odajönnek 6-8-10 éves gyerekek, akkor nem egy 20 éves lánynak odajönni, az szerintem teljesen ciki és idejátott tenni. Legalábbis ezt gondolom, remélem, hogy ezt érzi ő az ő oldaláról. Másrészt ugye nem mindegy, hogy közönség találkozó este buliba, vagy bármilyen más szituáció, mert olyanról tudok, meg van, hogy ilyen plátói szerelem, még akár tágbő ismeretségi körben is, nyilván, hiszen ha szimpatikus dolgokat csinálok, meg közben eredményeket érek el, meg közben esetleg személyesen is megismer valaki, akkor kialakulhat könnyen. De hogy valljuk be, mindannyiunkban egy színésznő, egy énekesnő, vagy egy színész, vagy egy sztár férfi vagy nő iránt, attól függ, ki milyen nemű, meg ki milyen beállítottságú a mai világban, de ilyen plátói dolog kialakulhat. Ugye, és ugye az olyanokat, azokat meg is beszéljük, amik természetesen... Hogy most mit kezdjek ezzel? Mindenki által is, mert... Nem. Tudj róla, van, úgy hívják, hogy Ilona. Nem, most magára gondolom, megbeszéltük, hogy van, lenne olyan hollywoodi sztár nyilván, nála is, nálam is, aki mondjuk így beleférne még a tűrés határba, hogyha... Harmadiknak vagy külön? Hát harmadik, nem biztos, hogy szeretnék egy szőrös 172 centis amerikai sztár, de... Honnan alá kapod? Viccet félretélve biztos, hogy vannak ilyen plátói dolgok, és 21 év alatt nekünk is volt, hogy hú, de tetszik az, vagy hú. Jó, de ezt eljátszani a gondolattal, de nekem mindig az a válaszom, hogy bármi is történik, nem tudom elképzelni, hogy én 5-ször, 10-szer, 20-szor egymás után ugyan amellett a nő mellett kelek föl, aki nem az Ancsa, tehát hogy bárki más. Az, hogy szimpatikus, tetszik, nagyon bejön a személyisége, nagyon dögösnek tartom, az egy dolog, de soha nem merült föl egyikünkbe se, bárki is tetszett neked, vagy nekem, hogy hú, ez most gyorsan váltsunk, és ez... Na, nincs esélye senki. Nem, majd hagyjuk ezt. Nápolyba mentél el először, ugye? Amikor fel is adtad végül is ezt. Az volt a lánykérés, hogyha nem is hagyományos, mert nagyon fiatalon kapott egy elképesztően jó szerződés ajánlatot, és akkor mondták, hogy akkor jöjjön ki egy megbeszélésre, mondta, hogy akkor mi lenne, ha kiugranánk egy pár napra Nápolyba, és a megbeszélés után oda jött hozzám, és mondta, hogy életem álma. És ez nem pár nap lesz szerződés. És az viszont, ugye nekem még volt egy év a főiskolában, és mondta, hogy viszont nélküled nem szeretnék jönni. Tehát így gyakorlatilag döntenem kellett egy pillanat alatt, de nem is volt kérdés. Tehát nem hezitáltam sokat. Az nagyon fontos, és az a mai világban, akár média, akár sport, szinte érthetetlen, vagy ilyen őskövületnek tűnik, hogy nem azért volt jó ajánlat, mert hogy most pénz, vagy mit tesznek a prémi, hanem hogy a világ legjobb csapata hív, ahol a korábbi olimpiai bajnok olaszokkal játszottok együtt, akik akkor a világ legjobb csapata közé tartoztak az egyik, és kinneltek a Kásás Tomival, akivel együtt nyertünk már addigra is csomó mindent utánpótlás szinten, tengerparti városba, életünkben ugye a tengerpart egyszerű 90-es évek kamaszaként azért ez egy nagyon nagy dolog. Hát, hogy ott látjuk minden nap a Vezúvot meg Capri-szigetét, a világ legjobb csapatával, a világ egyik legjobb edzőjével, akit ráadásul annyira imádtam, hogy tehát konkrétan nagybácsiként tekintettem rá, hogy ezt kihagyni csak az Ancsa miatt. Tehát, hogyha azt mondja, hogy nem, és maradjunk, akkor én nyertem volna egy nagyot, és a szívem így megszakadt volna szakmailag, de emberileg meg akkor vele maradtam volna. De ő mondta, hogy ezt meg kell vállalnunk, meg végül is 9-10 hónap egy ilyen kintlét, amiben közben haza lehet jönni, és hogy
vonzott minket szerintem ez a kaland, hogy kipróbáljuk. Meg olyan lelkesedéssel beszéltél arról, hogy abban a csapatban játszhatsz ezekkel a játékosokkal, hogy így fel sem merült bennem, hogy azt mondjam, hogy nem a főiskolát most halasztott már más is, majd megcsinálom. Átgörgetted a fejedbe, hogy ha én most elmegyek Nápolyba a Gergővel, akkor ugye majd a jó a főiskolát majd befejezem. Megmondom őszintén, hogy az felmerült bennem, hogy az apukám le fogja szedni a fejemet, hogy ott hagyom a csapatot. Tehát az egyértelmű volt, ráadásul akkor még sokkal szigorúbb volt a női vízilabdában a szabályozás. Olaszországban csak első osztályban lehetett vendégjátékos, külföldi, és ott a környékben ilyen nem volt, úgyhogy nekem körülbelül egyértelmű volt, hogy ott a sportkarrier, karrier, hát nem volt óriási karrier, de hogy nem is lesz akkor, mert hogy vége. De még ez se bántam igaziból. Tehát tényleg nekem annyira hihetetlen volt az, hogy mennyire hamar egyértelmű volt, hogy mi együtt akarunk lenni. Nem csak időt tölteni, hanem együtt lenni. És a megismerkedések után 9 hónappal vagy 10 hónappal volt a szerződés ajánlat. Tehát tényleg annyira egyértelmű volt, hogy fel sem merült bennem, hogy most azért fúrjam meg az ő legjobb szerződését, mert nekem a főiskolán végeznem kell még 9 hónapot, tehát majd megoldódik. Ugye három aranyad van, ez már ilyen sztereotípia, és három lányod. Három olimpiai aranyad, úgy értem. A gyerek kérdés az már az elejétől fogva megvolt, hogy szeretnétek két vagy három gyereket, tehát hogy megterveztétek, elmondtad, hogy az elsőnél akkor 3 év, akkor kipipa, stb. És a szülésektől te féltél? Tehát hogyha ugye itt a szülőszoba kapcsán is beszélgetünk, tehát, hogy nagyon sokan az ismeretlentől nagyon félnek. Nálad meg hogy volt ez? Az, még ha azt mondanám, hogy nem féltem tőle, mi 6-an vagyunk testvérek, és azért ez nagyon sokat számított abból a szempontból, hogy én 12 éves voltam, amikor az egyik kishugom született, és akkor már ugye nagy gyerek fejjel én nagyon sokat asszisztáltam anyukámnak, tehát nagyon sokat segítettem. 12 éves voltam, meg 15 éves voltam, meg 19 voltam, amikor a kis testvéreim születtek, úgyhogy nekem maga a gyerekvállalás az a világ legtermészetesebb dolga volt. A szüléstől persze, hogy fél az ember, mert nem tudja mivel rá, az elsőnél, de egy másodpercig nem fordult meg az a fejembe, hogy ettől én ne vállaljak gyereket, vagy pedig ezért ne legyen annyi gyerekem, amennyit szeretnék. Te is féltél a szüléstől? Apás szülés volt, ugye? Igen, én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy a férfi, a hős, aki a háborúban feláldozza magát, meg meghal a családjáért, meg a hazájáért, nem tudom, hogy ez mekkora nagy dolog, de hogy hány férfi élni át a férfi agyával azt az érzést, meg azt a fájdalom küszöböt fizikailag, azt szerintem nem tudjuk elképzelni még közelében sem, mi férfiak. Mind a három gyermeknél különböző módon, de ott voltam, tehát volt, ahol beestem külföldi meccsről, éppen hogy volt, ahol tervezetten úgymond bementünk, hogy természetes szülés lesz, de már ott tart a baba fejlődésben, meg az időben, hogy tudjuk, hogy melyik nap kéne most már megszületnie. És ugye hát Oliviánál pedig az volt a különlegesség, hogy a medence is, tehát a fürdőkádas vízben szülés választottuk. Igen, egyébként, hogyha én, mint aki elszenvedője voltam, tehát tök érdekes amúgy, mert ugye a Viki 15 éves, de 15 évvel ezelőtt még mondhatjuk, hogy régi rendszer szerint szültem, nem sok opció volt. Tehát egy-egy helyen volt. Nehol lámpák világítottak a fejem fölött, függönnyel választva el a 8 kismamát egymástól. Gergő egyébként pont Athénban volt egy BL vagy Euro, nem tudom, valami meccsem, és amikor nekem megindult egy hónap hamarabb a szülés. Tehát én amikor ott feküdtem, akkor azt hittem, hogy az egészet úgy kell végigcsinálnom, hogy az orvosommal meg a szülésznőn kívül, akivel találkoztam már egyszer vagy kétszer, senkit nem fogok ismerni, ott leszek a zöld függönyök között egyedül. Kicsit el voltam keseredve, megmondtam őszintén, aztán mellettem született egy kisbaba, akkor ott eltörtem a mécses, ott bőgtem órákig, aztán mindenki bíztatott, hogy ne aggódjak, mert délre meg lesz a baba. Mondtam, hogy én 5 előtt nem szülök, mert 5-kor jön apuka. És végül is úgy alakult, hogy a Viki beszorult, úgyhogy tetszett vagy nem tetszett. Tehát nekem a Vikivel a legnagyobb lányunkkal volt a legdurvább szülésem, amit így el lehet képzelni. Azt mondta az orvos, hogy ez a 10 000-ből egy gyerek csinál ilyen fejbiccentést, mielőtt kibújik, mert se ki sebe, tehát már fogóval se férnek hozzá, vissza se lehet nyomni, császározni se lehet. Tehát ott a jó Isten fogta a kezünket, és hál' Istennek egészségesen megszületett.
Most ehhez képest, igen, tehát gyakorlatilag... Mennyire belejled magad, mindjárt leszakítod a terét. Hát ezeket nem felejtél az ember azért ezeket az érzéseket. Tehát ott az volt a szerencsém, hogy iszonyatosan profi orvosgárda, már 7 orvos volt a szülőszobában, és szó szerint kinyomták belőlem. Pánik volt gyakorlatilag. Kinyomták belőlem a babát, tehát hónapokig lila volt a mellem alatti rész a hasamon. A Patrícia 3,5 évvel később, már egy másik kórházba született, ott már színesek voltak a falak, tompított fény, egész más hozzáállás volt, tehát az már óriási élmény volt, és mennyi 20 perc szülés után már rántott húst tettünk a szülőszobába, és szerelmeasztalon. Hát, hogy ilyet sokszor csinálnak amúgy, de tehát nagyon hangulatos volt, és óriási élmény. És ehhez képest, ha lehet még fokozni, ugye plusz 10 év eltelt, tehát az első és a harmadik között 15 év van majdnem, 14, és hát ez meg abszolút úgy hívta, hogy wellness szülés. Már hogy fürdőkád, illatmécses, abszolút teljesen esztékál, teljesen csak tényleg a társadalmi szemlélet, hogy a szülés mit változott, hogy mennyivel más volt. Én megértem, hogy az orvosnak kell aggódni a kismamáját, de tényleg lehet máshogy tálalni. Tehát ahogy most a Szent Imrébe szültük az Oliviát, Gergő is ott abszolút spontán volt, tehát bementem egy vizsgálatra, és ahogy a doki mondta, a kórházszaktól beindult a szülés. Simán CTG-re mentem 37 hetes terhesként, és ott mondta, hogy hát szerintem ezek a összehúzódások, ezek kicsit gyakrabban vannak, és mondták, hogy igen, látják, úgyhogy akkor szólják Gergőnek, hogy... Olyannyira, hogy hát 2 percesek. Hozta fel a táskámat, és 11 órakor voltak az első fájások, és fél négykor született meg Olivia a fürdőkádban. Kádban szülés volt, tehát hogy nem csak a vajudás volt a kádban, hanem a legvégén mentem be, tehát amikor gyakorlatilag az utolsó, nem is tudom idővel mennyit töltöttem a vízben. Szerintem egy 2 órát összesen. Szerintem annyit, elvileg annyit nem lehettem. És te hol vagy fel a kádszélén? Neki volt kényelmetlen, szerintem semmi nem volt. De hát nagyon sokat segített az is, hogy én előtte a Patrícia után én jogáztam sokat, és akkor a testem rezdüléseit éreztem, egész máshogy tudtam kezelni, mint előtte, amikor mielőtt ezzel megtanultam foglalkozni, maga a víznek a lazító hatása, meg tényleg a környezet az fantasztikus volt. Összefüggés a 3 gyerek személyisége meg a születés között, szerinted, mert a Viki nagyon nagyon stram kislány, de ő nagyon nehezen született meg, és nagyon pici volt. 2 héttel hoztuk ki a kórházba, 2-9-re született. Nagyon pici volt, nem is sírt, amikor megszületett, annyira a végletekig elfáradt abban a sok órás vajudásban. Nem is kaptam már, csak másnap 10. Ancsa már lilult, már fehéredett, már 5 vagy 6 doki volt bent, már nyomták a hasát már mindenféle módon, hogy a baba ki tudjon bújni. Én már olyan pánikban voltam, fehérettem, hogy azt sem tudtam, mi van. A Patrícia meg olyan könnyen veszi a dolgokat, mint amilyen könnyen született talán, hogy nagyon precíz, meg nagyon néha kukacoskodó tud lenni, de jó értelemben, mert jót akar. De hogy neki a matek dolgozat 95%-os, azt úgy mondja, mintha azt mondanám, hogy arrébb tettem egy szalvétát 5 centivel. Más. Minden ilyen természet. Igen, és ő úgy született meg, most így nagyon elviccelve a dolgot, de kb. Lepkehálóba kellett fogni, mert olyan gyorsan jött, hogy így... Szóltam a szülőszülőnek, hogy szerintem ez már kitolási szakasz, és mondta, hogy nem még korán van, és akkor ugye megvizsgálat, és mondta, hogy csak azt láttam, ugye szemben volt velem, láttam az arcát, hogy szólj gyorsan a doktor úrnak, és mire a doktor úr beért, addigra gyakorlatilag annyira volt ideje, hogy odarakja a kezét, hogy megérkezett Patrícia. És Olivia meg azért különleges, meg azért talán hajaz, meg analóg a dolog, mert őt meg annyira terveztük, ugye, hogy harmadik, hogy biztos akarjuk, biztos jó lesz, hogy legyen, hogy készüljünk, mikor, hogy ő meg így annyira valahogy hálás a személyiség, annyira jó baba. Tudom, hogy egy egyéves gyerek odajön és elkezd simogatni, meg az öletbe ülve, magyaráz neked a kis gagyogásával, és így könyvbe lábad a szemed így naponta többször, hogy 2 csodálatos kislány után lehet még egy ilyen harmadik babád, Ezt tényleg valahogy visszaadják azt, ahogy születtek, szerintem. Meg ahogy készültünk rá, jó. És akkor ő tulajdonképpen szivárványbaba az Olivia, azt lehet mondani? Tehát, hogy ő vigaszbabaként jött. Jól érte? Hát gyakorlatilag igen, előtte, igen. És utána meg viszonylag lassan, tehát ugye nekünk a 2 nagy lány, őket nagyon könnyen idézőjelben összehoztuk. Megbeszéltük, hogy szeretnénk, és akkor
rákészültünk a témára, és rögtön... Reklámblokk végére, tudom. Olivia pedig, tehát meg is lepődtünk, és mondta az orvosom, hogy hát igen, azért a kort azt nem szabad elfelejteni, hogy figyelembe kell venni, de ő érte, úgymond azért rendesen dolgozni kellett, meg már majdnem letettünk róla, amikor tényleg csináltam a tesztet negatív, és akkor Gergő látta rajta, hogy kiborultam, mondtam, hogy jó, de megbeszéltük, hogy akkor 40 éves korunk fölött már nem, és mondta, hogy na jó, még egy hónapot adjunk neki, és akkor lett. Már majdnem eldöntöttük, hogy akkor nem, mert nem sikerült úgy, és akkor ez biztos van jelzés is, a biológia és a sors összjátéka. Meg hogy lehet, hogy a görcsöt elengedtétek ezzel? Nem volt görcsös egyáltalán. Nem. Tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy a meglévő életünkkel hál' Istennek vagyunk, vagy voltunk annyira elégedettek, hogy ebben nem volt görcsösség. De bennem az az érzés volt iszonyatosan erős, hogy sokkal jobban éreztem azt, hogy szeretnék még, mint azt, hogy el tudjam képzelni, hogy már nem lesz. Picit ugye amiért aggódtunk, hogy a két lány nehogy a saját életére veszélyeztetve, tehát a saját nyugalmára is, és olyan egyértelmű imádat van, és tehát nincs annál jobb érzés, mikor a kamaszlányod a nyakadba ugrik, hogy anya, köszönöm, hogy van az Olivia, tehát ez tényleg... Bár ők úgy indultak pár év, hogy legyen még egy kisöcsi, hogy legyen egy kisfiú, akit lehet abajgatni. Ugye, hát gondolom, mert nálatok is benne volt ez a pakliban, hogy akkor a harmadik legyen fiú. Hát, ugye? Apámnak az első négy lánya, úgyhogy én nem is reménykedtem, hogy ez független az én oldalamtól, de tehát tényleg az volt az egyetlen csalódás, amikor mondtuk, hogy lesz egy kis tesótok, és hogy kislány, és a Vikinek a fejét, hogy nem kisfiú. Kislány. De imádja, tehát most bármit megtesz érte. Hát egy ilyen nagy embernek kell 3-4 nő a családba, igaz? Így, így vagyunk színbe. Még egy férfi energia, az már lehet, hogy csak lett volna. Én azt szoktam mondani, hogy sokan azt gondolják, hogy egy férfi, aki egy maszkulin dolog, hogy most vízilabda, meg sikerek, akkor ő biztos fiúkra vágyik, hogy őket kikupálja, és hogy úgy nevelje föl őket, hogy vigyék tovább a stafétát, de én a vízilabdát a lányoknál se erőltettem, hanem próbáltam, hogy akkor táncoljanak, akkor cselgáncsal kezdtünk, mert az volt közel a lakhelyünkhöz. Ez olyan csajos. Hát nem csajos, de azt mondtam, hogy az megtanítja őket egy kicsit a fegyelem, önfegyelem, kitartás. Önvédelem, persze, és azt nem kellett csinálniuk, hogyha nem tetszik nekik, abba is akarták hagyni egy idő után. És akkor mondták, hogy csapasport, és akkor mondtam, hát ott a replanta például, az milyen lányos dolog. Nem, kapus, víz, vízilabda, jó? Nem örültem neki, hogy ne az én folyomban lépjenek bele, mert ne hasonlítsanak össze egymással minket, de aztán mondtam, hogy jó, hát el szeretnétek, akkor én nem olyan ördögtől való dolog, úgyhogy támogatom. Így aztán azt mondom, hogy nekem a lányokkal abszolút teljes az életem. Élvezném, ha lenne fiam is, de én abszolút gyerekpárti vagyok. Én azt szoktam mondani, hogy a gyerekek sokszor, nagyon sokszor értelmesebbek, meg intelligensebbek, érzelmileg is hozzáteszem, mint sok felnőtt. És amikor azt mondják a nagylányok, hogy úristen, az Olivia-nak jobb a humora, mint egy-két ismerősünknek, akkor az egy kemény kritika, akár a felnőttekre, vagy pozitív kritika a gyerekekre. Vagy itt szerintem, vagy ti kijöttök, jó? Jó. Kérlek engem. Csáv. Hello. Sziasztok. Majd jövök. Tehát tulajdonképpen, ahogy ti a párkapcsolatotokban mindenben gyakorlatilag, ha nem is egyetértetek, de egymásra éreztek, ugyanígy a nevelésben is? Tehát, hogy a gyereknevelésben is, jaj, én is így gondolom, tehát ugyanígy működik? Alapvetően meg... Vagy vannak azért nagy viták? Gyereknevelésben nincsenek. Az, amit legelején megbeszéltünk még a Viki születése előtt, hogyha mondjuk ilyen apró példa, anya, ehetek cukrot, csokit, és első kérdés, apa mit mondott? Mert ugye a konfliktusok egy része szerintem abból van, hogy okos a gyerek, és megpróbálja. Egyszer-egyszer csapdába estünk. És akkor van egy, mert azt mondta, hogy nem, és már nem is kérdezi vissza, mert tudja, hogy ha anya azt mondta, hogy nem, akkor apa is azt fogja mondani, és fordítva ugyanezt. Tehát ez szerintem nagyon fontos, mert egyébként a gyereknevelés a párkapcsolatról is. Patriciánál volt az, hogy odajött hozzám ilyen kaján vigyorral az árulta előtt, hogy ehetek csokit? Ó, no, anyával beszéltél? Ja, igen. És mit mondott? Hogy nem. De te megengeded? Anya mit mondott? Nemet mondott. Akkor én is nemet mondom. Mert jön az ebéd egy óra múlva mondjuk. És akkor te próbáljuk azért úgy kitalálni ezeket a szabályokat, hogy azért logika mentén. Tehát, hogy lehet csokit enni mondjuk, nem minden nap egy táblát, de mondjuk délután, persze ebéd után, egy kis pici nasi, főleg a sport miatt is azért néha kell ilyenekkel figyelni. De ne ebéd előtt fél órával, egy órával. Lassan ebédelni kell, nagyon izgalmas beszélgetés volt, nagyon szépen köszönöm. És hát jót kávéztunk így ebéd előtt a Szűcs fogadójában itt
Szadon vagyunk most? Szadán. Vagy még Szadán vagyunk, igen. Gödöllő mellett egyébként. Úgyhogy nektek is jó étvágyat, és köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!